Hát sziasztok! Ez egy nagyon nyers, egyszerű kis, személyes kis helyzetjelentés, mert már több mint egy hónapja nem csináltam semmi anyagot, nem jelentkeztem, és ez a videó nem egy hivatalos videó, szóval ne tekintsétek annak, nem is monetizálom, mert nem érdekel. Csak helyzetet akartam jelenteni, hogy mi van velem. A komment szekcióba kérdezgetitek néhányan. Szóval nem szeretek ilyen helykihagyásokat tartani a csatornán, videók között. Alkotólélek vagyok, és az ilyet nem szeretem csinálni. Csak az a helyzet, hogy ugye az életben történnek dolgok, és akkor az ember ezekre reagál. Időbe telik reagálni ezekre a dolgokra. Pozitív dolgok, negatív dolgok is. Lényeg az, hogy jól vagyok. Nagyjából minden oké körülöttem is. Köszi, hogy kérdeztétek. És igazából készülőben van a következő videó, ami egy kis faluról szól, csak az a helyzet, hogy úgy éreztem, és nagyjából 50-60, talán 70%-ban azért van ez a nagy helykihagyás, mert azt hiszem, hogy elegem van abban, hogy úgy érzem, hogy nem tudok úgy megcsinálni egy videót, hogy ne venné el az összes szabadidőmet, egyszerre viszont nem jön rá annyi nézettség, ami azt tükrözné, hogy maga a videó olyan jó minőségű és információdús, hogy megéri megnézni. Most nem azt akarom mondani, úgy érzem, hogy nem éri megnézni a videóimat, csak a nézettség azt tükrözi, hogy lehetnének jobbak a videók. Amúgy is magamtól mindig többet várok el. Mindegy, mit csinálok, mindig többet várok el utána is. Szóval ez egyben pozitívum is, egyben meg nehéz, mert egyszerűen nem tudok a seggemen maradni, nyugodtan csak élvezni, hogy nagyon belepofázik a madár a videómba. Na mindegy. Lényeg az, hogy úgy érzem, hogy azért megérdemeltek tőlem egy ilyen helyzetjelentési kis videót. Ja, szóval 50-60-70%-ban azért nem csináltam mostanában a videót, mert próbálok azon dolgozni, hogy magasabb fázisba lépjen át a csatornám. Úgy érzem, hogy talán elég volt ebből a személyesebb családomról szóló videókból. Nem teljesen volt belőlük elég talán, főleg, hogyha úgy érzem, hogy meg a ti komment szekcióban lévő kérdésetek vagy kommentjeitek alapján, ugye úgy érzem, hogy kíváncsiak vagytok még más dologra is a személyes életemből, akkor azt tudni fogom, és esetleg abból kifolyólag lesz még személyesebb videó, de úgy érzem, hogy elég volt így most már nagyjából a személyesebb videóimból, a családomról videókból. Amúgy is néha úgy érzem, hogy egy kicsikét egy ilyen lusta mozdulat ez az alkotóktól, ugye akik legközelebb van, amiről legkönnyebb felvételt videót csinálni, az kicsikét ilyen lustaság, hogy arról csinálni pont videót. Majdnem, hogy egy ilyen kitöltő anyag. És ilyet én soha nem akarok, nem szeretek csinálni, és mint egy kicsikét ellustultam volna itt-ott, ezt bevallom nektek. És valószínűleg azért volt, mert kicsikét úgy éreztem, hogy össze vagyok magamba kavarodva, így a művészetemmel való kapcsolatomban egy kicsikét össze voltam egy picit kavarodva, és mostanában kezd kitisztulni ez nálam, hogy azt hiszem, hogy elég volt ebből a személyes anyagból, most már Amerika felé fordítom a kamerát inkább. És Amerikáról fogok nektek még jobban inkább kifele nézve, Amerikát nézve, információt, dúsabb videókat csinálni nektek, és az a következő videó, amiről a kis faluról szól, nem abban, amiben én élek, hanem egy falu itt Amerikában, nem mondom, hogy hol van, nem fogom ezt elsütni, majd látjátok a videót, amikor meg fog jelenni hivatalosan, hogy még mikor az pont nem akarom azt se elsütni, mert éppen ez a helyzet, hogy nem csak ezen a videón dolgozok, hogy ez a videó tök jó legyen, de azon is dolgozok egyszerre, hogy meglegyen a metódusom, amivel ilyen, jó, ilyen magas minőségű videókat tudok csinálni, ennyire információdúsan, hogy tényleg egy magasabb szintre kerüljön a videó minőség ezen a csatornán. És nem arra gondolok, hogy a kép minőségtől király legyen, meg a fények pont jól üssék, meg a nem tudom, aminek a kamera legjobban mozog, nem erről van szó. Csak hogy tényleg átjöjjön az amire ti kíváncsiak vagytok, amiért ti idejöttetek. Hát Amerikát akarjátok látni. Akarjátok látni, hogy milyenek itt az emberek, milyenek itt a gondolkodásmódok, milyenek itt a népek között a viszonyok, milyen itt
próbálni megélni. Milyen itt a munka, milyen itt az, a társadalom, milyen itt a ökonómia, vagy a, vagy a gazdaság, vagy az árak, vagy pont az nem érdekel már, mert van abban 1000 videó a YouTube-on, hogy milyen árak vannak itt. Megy ez még a videó? Megy még. Szóval a lényeg az, hogy, hogy ezekre vagytok nagyjából kíváncsiak, ahogy, amit én eddig, amiből leszűrtem. Na, azt szűrtem le, hogy erre vagytok kíváncsiak. És ezeket akarom, ezt átgondolva, ilyenfajta magas minőségű videókat akarok csinálni, amik tele vannak ilyenekkel, ezekkel a válaszokkal számotokra. Meg engem is jobban érdekelnek ezek, nem mindig van kedvem magamra saját életemről csinálni videót, magamban nézni. Abból inkább forgatókönyvet írnék, az érzésvilágból, inspirálódva. Inkább valami sztorit, vagy karaktert kitalálok. Na mindegy. Szóval... Ja, ez egy nagyon nyers videó, teljesen vágatlan. Ezek, amiket gondolok, ezek úgy jönnek ki belőlem, ahogy kijönnek. Ezért is nem monetizálom, mert nem írtam le ezt listába, csak így jön, ahogy jön. De a lényeg az egészben az, hogy örülök, hogy itt vagytok, hálás vagyok, hogy kialakult egy ilyen közönség arra az anyagra, amit én itt alkotok, és ez miatt úgy érzem, hogy megérdemlitek. Nem érzem úgy, hogy tartozok nektek, csak van egy kialakult a nézők és alkotó közötti kapcsolat, ami itt kialakult. Úgy érzem, hogy ez így helyes, hogy a helyzetjelentést adok nektek, hogy most mi van. Na mindegy. Ezt a videót valószínűleg le fogom törölni, szóval ne lepődjetek meg, le fogom törölni ezt a videót valószínűleg, amikor feltöltöm a következő videót, ami elvileg a hivatalos következő videó lesz erről a kis faluról, és szóval ne lepődjetek meg, hogy ez a videó eltűnt. Vagy valamilyen oknál fogva úgy döntök róla, hogy nem törlöm le, akkor az csak valószínűleg csak azért lenne, mert ti kérnétek, hogy ne töröljem le. De szerintem nem fogtok ilyet kérni, és szerintem nem is számít, ez csak egy helyzetjelentés. Örülök, hogy itt vagytok, remélem nem felejtettem el semmi mást. Until next time, my friends. Sziasztok!